koronavírus járvány terjedése miatt bevezetett korlátozások nem kerülték el a kulturális intézményeket, a rendezvényeket sem. Az új helyzet komoly kihívás elé állította a művelődés szervezőket. Sajnos azok a korlátozások, amelyek a közművelődési intézményekre érvényesek országszerte, azok miránk is vonatkoznak, így látogatókat az intézményünk nem fogadhat, csoportos foglalkozásokat nem tudunk tartani, illetve rendezvényeket sem. A közterületen való gyülekezés miatt karácsonyi vásárokat sem és szabadtéri programokat sem tudunk ebben az időszakban tartani. Az év más időszakára tervezett karbantartási, festési, irat- és raktárrendezési feladatokat végzik el ebben az időszakban. A művelődési ház közösségeivel az online térben tudják a kapcsolatot tartani. A művelődési ház ajtaja bezáródott, ugyanakkor az online tér azt gondolom egy kicsit jobban ki kell, hogy nyíljon a látogatók felé. Ez a Facebook oldalunkon, a Petőfi Jászárokszállási Petőfi Művelődési Ház Facebook oldalán, illetve a honlapon is azt jelenti, hogy több tartalommal készülünk. Rajzpályázatot hirdettek például az Én Adventem a címlapon címmel. A téli ünnepkörrel kapcsolatos rajzokat vártak, amelyek bemutatják, hogy mit jelent a gyermekeknek a karácsony, hogy telik az adventi időszak az otthonokban. Az alkotások díszítik majd a Művelődési Ház közösségi oldalát az elkövetkező adventi hétvégéken. A másik pályázatunk, amelyet hirdettünk az ősz folyamán, az pedig Nagyszüleink karácsonya képekben című fotógyűjtési pályázatunk volt, felhívásunk a lakossághoz, amelyben arra kértük és arra kérjük az olvasóinkat, látogatóinkat, hogy szkenelve, illetve postai úton azokat a fényképeiket juttassák el részünkre, amelyek egy olyan karácsonyi élményt idéznek föl, amelyeket itt Jászárokszálláson közösen, családi körben, egy művelődési házban, egy fellépés alatt élték át. Igaz, programokat, nagy családi összejöveteleket nem tarthatnak, de legalább a fényképek segítségével közösen idézhetik majd fel a kellemes karácsonyi emlékeket a városban élők. Mindezek mellett a közép- és hosszú távú tervezést is megnehezíti a pandémiás időszak. Az ősz folyamán voltak olyan rendezvényeink, programjaink, amelyek sajnos lemondásra kerültek, és nem tudtunk megrendezni már október-november hónapban sem. Ezeket az előadásokat, programokat, csoportos fellépéseket próbáljuk a jövő évre pozícionálni, áttolni, és akkor megrendezni. Keressük azokat a új programelemeket, amelyeket a jövő évben meg tudunk valósítani, tehát mindenképpen egy program tervezés folyamata zajlik. Az éves programok tervezése, előkészítése mellett a Jászház tárlatának átalakítását is szeretnék végrehajtani. Elképzelésük szerint a május 1-i nyitásra megújítják, bizonyos mértékig átalakítják a Jászház bemutatóit is. A kiállítások karbantartása, frissítése zajlik majd az elkövetkező hónapokban.